Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, jön egy kis BF4 kavalkád, szeretnék nektek egy-két dolgot megmutatni. Amint tudjátok, a játék azért átesett néhány patchen, úgyhogy most már rengeteg-rengeteg beállítási lehetőséget lehet csinálni, és úgy gondoltam, megosztom veletek azokat, amiket én csináltam nektek, mind teljesítmény szempontjából, mind pedig a hogy is mondjam, tehát a pálya láthatóság szempontjából, átláthatóság szempontjából minden kis beállítás. Átmenjünk rajta viszonylag gyorsan, megpróbálom elmagyarázni, mi mire való, így láthatjátok, ha gondoljátok le is másolhatjátok. Nekem ezek feleltek meg gyakorlatilag, de mielőtt abba belevágni, szeretnék nektek mutatni egy nagyon-nagyon kis érdekes dolgot, amit úgy hívnak, hogy Battle Log. A linkhez megtaláljátok a leírásban, és ez egy ilyen kis cuki weboldal, az EA támogatja, szóval semmilyen nagyon hókusz-pókusz nincsen benne, nem kell megijedni. Le kell tölteni a legújabb web plugint, és ha föltelepítitek, újraindítjátok szépen a battle logot, és megkapjátok ezt. Gyakorlatilag, hogy aki nem venné észre a változást, azért szerintem elég szembetűnő. Ez egy új téma, mert ugyanis új témát is be lehet rakni ehhez a kis web pluginhoz. És például, ha megnézitek itt tényleg az ismerősök ilyen nagyon kis gizdán ki becsúszogatnak, és ja, itt rengeteg beállítási lehetőség van, amit itt lehet csinálni a BF4-et, ti végig fogtok menni rajta, de egyet megtok mutatni. Például White Shadow Team, az hogy néz ki. Ja igen, és csak újra kell frissíteni a battle logot, mint egy témát be raktatok, és hú, de jól néz ki. Nagyon-nagyon csincsó lesz az egész, és így összesítve szerintem egy tényleg egy jobb kis, jobban kinéző eleve, és egy csomó beállítást rejthet magába ez a kis programocska, illetve webplugin, amivel lehet szórakozni, sőt ugye még TeamSpeak szerver is adódik, mert ugye van egy Battlelog TS3 szerver, föl lehet csatlakozni, ott vannak szobák is, láthatod, kik vannak fönt, az őrület. Nagyon-nagyon jól néz ki a dolog, de szerintem visszarakom a feketét, mert valahogy ez nekem jobban tetszett. Oké, jó van. Nos, ez lenne az egyik, szerintem nagyon jól néz ki, nagyon kis cuki ötlet, nem tudom, hogy ez a régi, ezt nem akarjuk, foly, tessék, így. Szóval, így, sokkal jobban nézünk ki. Na, és akkor most térjünk át a beállításokra, jó? Mert, és akkor megmutatom nektek, hogy én miket állítottam be. Nos, üdvözöllek a Test Range-en, akkor megmutatom nektek a beállításaimat, hogy én miket szoktam alkalmazni, utána át fogunk ugrani egy kicsit a rendes játékba, hogy megnézzétek, hogyan szuperál ez a valóságban, úgyhogy jöjjenek most a beállítások. Azt hiszem, kezdjük a videó beállításokkal elsősorban. Ezt itt hagyom egy kicsit a képernyőn, ezen már nem megyek végig, hogy mi mit jelent. Aki szeretné, az másolja le. Ezek a beállítások arra valóak, hogy jobban lásd a dolgokat a pályán. Nincsenek különleges effektek, nincs semmi. Nagyon extra, gyönyörű a játék, még így is megvannak azok az effektek, nem kell aggódni, nem tűnik el minden. Viszont egy sokkal jobban látható lesz minden a pályán. Akinek természetesen gyenge a videókártyája, annak érdemes, ahol nekem high van, vagy medium, azokat egyen lejjebb venni gyakorlatilag. Egy mediumra, vagy lóra, vagy stb. Úgy érdemes belőni. A brightness-t érdemes egy kicsit, nem sokkal, egy kicsit följebb venni, hogy a sötét részeket is láss. Itt a field of view, úgy gondolom, hogy egy 100 és 90 között még az a határ, ahol nem válik nagyon túlzottan undorítóvá a kép, hogy úgy mondjam, hogyha fölvesszük maximumra, akkor hát, ha csak nem akarsz minden nap valami különleges montást csinálni, akkor úgy gondolom, hogy 90 és 100 az az optimális szög, amiben még jól néz ki a játék. A 100 is egy kicsit már túlnyújtott, de valahogy én ezt szoktam meg, úgyhogy ez van. A vehicle-ben a field of view-t azt meghagytam, mert nem tudom, ha beülök egy tankba, szeretném, hogyha minél közelebb látnám az ellenfelet, jobban már megszoktam, mert így tudom bemérni
a dolgokat. A Motion Blur amountot azt érdemes egyébként levenni teljesen, vagy nullára, vagy a valami, a tetszik. Ez az elmosódás, amikor forgatod a fegyvert jobbra-balra, ezzel is csak jobban látod a dolgokat. A következő érdekes dolog, ez a Resolution Scale, akinek gyenge a videokártya, ezzel érdemes egy kicsit játszadozni, mert elég sok FPS-t tudsz nyerni, hogy mire való egy Resolution Scale, most akkor drasztikusan megmutatom. Leviszem mondjuk egy 55%-ra, vagyis 50%-ra, és amit láthatjátok, ilyen elmosódott lesz a kép. Na de viszont, speckó, hogy nézem én a Shadowplay FPS számlálóját, konkrétan 30 FPS-t nyertem ezzel, úgyhogy még azért láthatóak a dolgok. Ez ugye 50%-os, én azt mondom, hogy egy 90%-ra leviszitek, hoppá, 90%-ra leviszitek, és még fantasztikusan néz ki a kép, távoli dolgokat is jól lehet látni, és nyertek egy legalább 10 FPS-t pluszba. Úgyhogy ezzel érdemes bíbelődni, én visszaviszem magamnak 100-ra. 200-on meg se próbáljátok, leáll a videókártyátok, tényleg. Na, akkor ugorjunk át egy kicsit a Controls-ra, amit láthatjátok, én a egeremet normál 20%-on hagyom, én azzal nem nagyon szeretek babrálni, szerettem megszokni az eredeti beállításokat mindenhol, kivéve ugye a járművekben meghagytam a 40%-os szenzív, nem meghagytam, hanem fölhúztam 40%-ra, meg is szeretném mutatni, hogy miért. Úgy gondolom, ez egy praktikus dolog, főleg azért, mert gyorsan tudsz célozni. Tehát ha elindulok tankkal, ha megnézitek most, hol van az ágyom, egy egér fordulattal gyakorlatilag majd 180 fokba tudok fordulni. Tehát gyakorlatilag egértől egértig 180 fokba tudok fordulni, gyors célzást ad lehető, mert amikor körbevesz az infantry, akkor ők gyorsan futnak, és azt azért szeretnéd elkerülni. Úgyhogy és amikor gyorsan kell reagálni, mert ott egy tank, gyorsan mozog egy tank, ugye itt van most már a lebegő tank, az gyorsan ugrabugrál körbe-körbe, úgyhogy az szeretnéd gyorsan eltalálni, úgyhogy ezért úgy gondolom, hogy egy kicsit magasabbra venni járművekben az egerbeállítást egész praktikus, mert akkor nem kell jobbra-balra teszegetni az egeret, hogy forduljon az a francos ágyú. Ám ugye vigyázni kell, mert hogyha átűz gépfegyverbe, az is azért érzékenyebbé válik, tehát így ez az egér mozdulat, egy 360-at tudok leírni ugyanazzal, amivel a tanknak az ágyújával csak gyakorlatilag 180-at, úgyhogy arra ügyelned kell, mert sokkal precízebb célzást igényel majd. További beállítások. Ja, itt van ugye, hogy Advanced Option, ezeket nem ajánlom bántani, mert ezek már régóta így vannak a játékban. Ezek arra valók, hogyha például zoomolsz lövés közben, milyen legyen a sebessége, az egerednek milyen legyen a sebessége, miközben zoomolva lősz, vagy sétálsz, vagy valami. Úgy gondolom, hogyha eddig már megszoktad ezeket a beállításokat, akkor ezeket a beállításokat ne bántsad, úgyhogy azért én sem tettem. Nos, átmegyünk a gameplayre, így gyakorlatilag minden maradhat úgy, ahogy van. Engem ezek nem zavarnak, semmi extra, de ami a trükk az itt van, az Advanced Options-nél jár. Azt mondja, hogy HUD Size Resolution, az a célkereszt, a fehér négy kis csík a képernyő közepén, én azt fullra veszem, főleg azért, mert hogyha no zoom-ban lövök, akkor az legyen full. Minden más, ezt hagyok le másolni, nem megyek rá külön, legtöbbje alapbeállításom van, mert már eleve úgy szoktam meg, és nem annyira zavaróak a környezetben gyakorlatilag. A miscellaneous HUD visibility az gyakorlatilag a tárgyak, a környezetet, ami ikonja van, az egy kicsit, hogy mennyire legyen látható. Számomra ez fontos, hogy jól lássam a lőszer valami bármilyen közelben van. A minimap size 150% most már alapból, ha jól tudom, ez nekem tökéletesen megfelel. Megfelelően nagy, hatalmas területet lát be, de ezt majd látni fogjátok játék közben is. Hol tartottam? Gameplay? Advanced. Ja, minimap. Icon visibility a minimapon 100%-os. Szeretem tudni, hol van tank, jármű, lőszer, stb. Icon size 100%, az tökéletes megfelel. Ha fölveszed, akkor már idiótán nagy helyet fog elfoglalni mind az ellenfél. Mindenféle ikon, tank, lőszer, ellenfél, baráti ikonok nagy helyet fognak elfoglalni a térképen, így aztán gyakorlatilag kitakarnak
részleteket, ami eléggé zavaró tud lenni, mert nem tudod, hogy más sarok mögött van, vagy még nincs, csak az ikon mérete miatt nem fogod tudni eldönteni. Minimum default scale az, hogy hány méter tudsz belátni a minimapon, az egy 100-as, az bőven jó. Ha fölveszed 200-ra, akkor... Várjál, ha fölveszed 150-re, nem is tudod 200-ra fölvenni, akkor még nagyobbá válik a teljes minimap, de hogyha például close quarters-be kerülsz, akkor zavaró tud lenni, hogy nem fogod tudni eldönteni a távolságot. Tehát nézed a minimapot, mivel hogy kicsi minden rajta, így azt hiszed, hogy távol van, de közben ember ott van a seggedben, és le fognak tudni lőni. Úgyhogy minimap size, hoppá, bocsánat, ez marad, hülyeség. Na, menjél vissza. 150, jó. Marad 100 méter, mert szerintem az egy opcionális dolog. Úgyhogy jó. Hit indicator 100%, visibility 100%. Ezek jó. Tehát, hogyha eltől az ellenfelet, ez szépen látható legyen, az a lényeg. Ezeket és Come On Hot Verticons, ez viszont az ikonoknak, ami mindenhol megtalált a térképen, azoknak a mérete. Tehát szeretem, hogyha láthatod, de nem kell, hogy nagy legyen, úgyhogy ezért 80-80%. Objective Visibility and Zoom. Tehát ez az, hogyha rázoomolok az arra, erre, célre, bármire, az csak 10% legyen. Még éppen látható, de ezt majd látni fogjátok játék közben, és nem zavaró, de nagyon jól látható. Interaction Visibility, azt még én sem tudom pontosan, hogy mit jelent, ez így alapból volt kb. Ennyi. Pickup visibility, na most ez érdekes, ez az, amikor medikkel odamész és felszeded az adott ellenfelet, az adott társadat, hogy mennyire legyen látható. Ez a, ugye, ammo pack, medic pack, visibility in zoom, tehát amikor bezoomolok, az előttem lévő, mondjuk operation lockeren lévő összes lőszer, ammo pack és minden, ami ott van előttem és zavarna a célzásban, az gyakorlatilag eltűnik, mert csak 3%-ra láthatóak. Enemy HUD a word icons, tehát minden, ami ellenséggel kapcsolatos, az gyakorlatilag szinte 100%-on van meglátható, kivéve a health bar, azt még látom, de annyira nem zavaró. A zoomolás közben is 70%, és minden más gyakorlatilag szinte 100%-on az ellenfelet azt látni kell, úgy vagyok vele. Friend HUD word icons, ez az, ami a baráti tagokra vonatkozik. Gyakorlatilag az ikonokat ugye levettem 73%-ra, csak úgy random, de még éppen megfelelően a mélete, de ne legyen zavaró. Gyakorlatilag amikor távolodnak, úgy távolodik az ikon is, tehát ez az ikonjuk a fejük fölött, de full 100%-ban látható mindig, hogy meg tudjam különböztetni a barátit az ellenféltől, mert egyszer úgy jártam, és hogy nem tudtam, és az gáz. Icon visibility in zoom, tehát zoomolás közben egy kicsit elhalványodik, de még teljesen látható. Health by Thermal Visibility, amikor mediket játszom, szeretem tudni, hogy mennyi időm van, hogy felé leszem a társémat, úgyhogy ez életmentő tud lenni számukra és számomra is. Info Visibility 51%, szóval ezen még egyszer lassan végig görgetek, előről szépen, hogyha szeretnétek, másoljátok le. Ezeket szoktam én használni magamnak, és de mi hamarosan át fogunk ugrani, hogy hogyan néz ki ez játékban, és szerintem nekem teljesen megfelel, nem zavaró semmi gyakorlatilag a térképen, mind a képernyőn előttem, minden tisztán tudok látni, minden jól működik, és a többi, és a többi. Nagyon érdemes még figyelni egyébként az audiónál, érdemes fölvenni a Master 100%-ra annak, aki fülessel játszik, mert a hangok egyre fontosabb szerepet játszanak a Battlefield-en belül. Tudom, nálam 10% van, én sokat teljesen szeretem hallani a társaimat, úgyhogy jaj, nálam mindig 10%-on fut a játék, úgyhogy szarcsa hallok igazából, de már annyira nem zavar. Nos, ennyi lett volna, remélem, hogy tetszett ez a kis rész is, és most ugorjunk át a játékra, és megnézitek, hogy fog ott ki.
Nos, akkor megmutatom nektek, hogy néznek ki a valóságban ezek a dolgok, mert próbálok itt keményen elrejtőzni egy kicsit. Ugye, ha rázumolok a baráti pontokra, vagy ellenfél pontokra, teljesen mindegy. Láthatjátok, hogy ez halványabb, de épp annyira számomra, épp annyira halvány, hogy például, hogyha squad leader vagyok, ki tudom jelölni, nem zavaró, hogyha lőni kell, és látom, hogy éppen mikor van teljesen elfoglalva így, aztán időben tudok elmozdulni a helyemről. Ez remek, hogy elárulta itt a helyemet. Amit láthatjátok, az ellenfél ikonjai folyamatosan látszanak erősen, élesen. Ez igaz ugyanúgy a nevekre is, hogyha közel érnek, akkor a nevük is látszódik tökéletesen, végig élesen, pirosan. Arról szeretnék tudni, mikor fogy le az életük, mikor halnak meg, mindent, mert az egy lényeges dolog. És az folyamatosan fog látszani, főleg azért, mert én nagyon sokszor a háromszöget lövöm, és csak azt lövöm. Tehát nagyon távol van a karakter igazából, ugye szart se látok belőle, ezért folyamatosan csak a háromszöget lövöm, és ha eltalálom a háromszöget, akkor gyakorlatilag beadja a sebzést. A következő dolog ugye a baráti dolgok. Ugye az élet bár halványon látszik, csak azért látszik halványon, hogyha mediket játszom, akkor tudjam, hogy le kell dobni egy életet, stb. Stb. A baráti squadoknál gyakorlatilag ugyanígy van beállítva. Azért nem veszem le teljesen, ugye, mert gyakorlatilag egyszer levettem teljesen, és nem lehet megkülönböztetni a barátit az ellenfélt, és mindenkit lőttem. Úgyhogy ez egy jó dolog, érdemes meghagyni legalább azt a kis ikon láthatóvá élesen. Az ellenfélnél mindent láthatóvá. Amit láthatjátok, a térképen hatalmas területet látok be, számomra ez nagyon fontos, jobban fel tudom mérni a terepet, és több oldal, ugye jobban látom magát, a mozgást is. Szóval, ja. A piros kis zöld háromszöges közé, ha észreveszitek, tehát extrém távolságokban is segít eltalálni, tehát legalább eltalálni az ellenfelet. Úgyhogy ez egy jó dolog. Úgy gondolom, hogy azért ami ellenfélre vonatkozik, mindent látni kell gyakorlatilag a térképen, amit csak tudunk. És ugye annak ellenére előnyben vagyunk az ellenfélel, hogy már távolról ki tudjuk őket spotolni, távolról látjuk. És hogyha látjuk a kis piros ikonocskát, akkor gyakorlatilag hatékonyabbak vagyunk távolra is. Nos, így néz ki ez a valóságban. Köszönöm a figyelmeteket, remélem hasznos volt a videó, tanultunk valami újat. Sziasztok!